Átadták az Elme Automatika Kft. Új gyártócsarnokát és tervezőfejlesztő épületét az albaipari zónában. Az új Széchenyi tervnek megfelelően a határidőre elkészült projekt nem csak új munkahelyeket teremt, hanem világcégek beszállítója is egyben. Örülök neki, hogy ide jutottunk, örülök, hogy a projektünk a végéhez ért, és reméljük, hogy a célját eléri. Talán annyit előzetes be lehet mondani, hogy 7 főnek a felvételét vállaltuk a projekt kezdetekor, amit a mai naptól kellene megvalósítani, ehhez képest már több mint 10 embert felvettünk eddig. Cserpakovics András polgármester kiemelte, Székesfehérvár büszke arra, hogy napról napra fejlődik az ipar. Mint mondta, a válság okozta sok után stratégiai cél, hogy térségünk újra a magyar gazdaság kiemelten fejlődő területe legyen. Különösen fontosak a város számára azok a fejlesztések, amik ipari technológiát valósítanak meg, vagy éppen szerszámot készítenek, és egy olyan telephely fejlesztést jelentenek, ami a munkahelyeket hoz létre, és emellett pedig egyébként pont ezt az ipari kultúrát viszi tovább, amire a város mindig is büszke lehetett, és büszke lehet ma is. Ezért fontosak ezek a fejlesztések. Itt 7 munkahelyről van szó, és egy olyan középvállalkozásról, amelyik telephely fejlesztésével adja egyértelműen tanúbizonyságát annak, hogy elért valamit, hogy fejlődni szeretne, és van jövőképe. A Menta utcai telephely mentális változásokat is hozhat. Ígéretes például, ahogy a cégvezető megemlítette, hogy már is az új gyártócsarnok kiegészítésén, bővítésén fáradoznak.